Hajnalig tartó tánc jellemezte azt a mulatságot, amely három zenekar összefogása mentén valósult meg Tamásiban. A rendezvénytermet megtöltötték a mulatni vágyó helyiek és környékbeliek. Az egymás közötti versengés nem visz előre, erre már rég rájöttek a bálok, esküvők jó hangulatáról gondoskodó zenészek. Volt már korábban Tamásiban, ha jól emlékszem, jól tudom, 90-es évek elején, és igazából az ötlet onnan jött, többször zenéltünk már itt, nagyon jó helyszín, én azt gondolom, mivel elég nagy is, több zenekar is elfér, ezért az ötlet már régóta kipattant a fejemben, és a Sprint Live Music zenekarnak a vezetője Peck Tibor fejében is megmozdult ez a dolog, és egy beszélgetés során kiderült, hogy ő is gondolt már erre, úgyhogy ilyenkor tudunk összejönni. Egész évben nem tudunk találkozni, nem tudunk beszélgetni sem, úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom erre, én azt gondolom. Mondhatnánk azt is, hogy legtöbben azt gondolják, hogy mi rivalizálunk, de szerintem ez már régi történet. Nem, itt én úgy gondolom, hogy az a legjobb, ha mindannyian összefogunk, összetartunk. Ha valakinek nincs szabad időpontja, akkor átadja a másik zenekarnak. És talán ez a hosszú távú gondolkodás, talán ez fog előre vezetni. A rövid köszöntő után az esti mulatságot az 1988-ban alakult Tamási kötődésű zenekar nézte. Több tagcsere volt az évek során, és hát most Nikai Csabi barátommal úgy döntöttünk, hogy egy ilyen zenész találkozó, zenészbát rendezünk itt Tamásival. Szerencsére igazából az emberek az ötletet nagyon jónak tartották, ez azt bizonyítja, hogy közel 400 belépőt eladtunk két hét alatt, és hát reméljük a ma este nagyon jó hangulatba fog eltelni. 90-es években még a Zomnia zenekar, hobbi zenekarral szintén rendeztünk ilyen zenészbát, aztán nagyon sok év kimaradt, és most nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal vagyunk ma este jelen. Hát mindenképpen szeretnénk január végén, mivel a zenekaroknak ez egy kicsit úgymond ilyen holt idő, és mindenképpen szeretnénk ezt jövőre is, és nagyon sok évig megőrizni ezt a szép hagyományt, hogyha sikerül. Reméljük, hogy lesz rá igény. Az eladott jegyek száma pedig már idén is visszajelzésként szolgált arra, hogy van igénye a mulatni vágyoknak az e fajta rendezvényre. A zenekarok egyeztettek egymással, hogy ki milyen talp alávalót húz majd az este folyamán. Megbeszéltük ezeket is, kisorsoltuk, ki kezdjen, ki legyen a színpadon, mivel színpad csak egy van, a színpad előtt is két zenekar van, de ezt tényleg 50-50 alapon kisorsoltuk, és hát ezt el tudtuk így dönteni. A táncteret már az első taktus elhangzása után megtöltötték a bubizni vágyók. Az arcokról leolvasható volt, hogy mindenki maga mögött hagyta a mozgalmas hétköznapokat, és átadta magát a testet megmozgató, lelket feltöltő zenének. Három zenekar van, az első karikában mindenki másfél órát fog játszani, és mindenkinek vegyes az összeállítása, így a számok terén, ami éppen jönni fog, ki mit gyakorolt be, úgy fogunk az első karikának nekiesni, és a másodikban meg mindenki egy órát fog még játszani majd éjfél után. Mi ugye személy szerint abról jöttünk, mint a Diósi zenekar, itt azért sokkal nagyobb az érdeklődés, mint nálunk Tabon. Ott csak egy 200 személyes termet tudtunk megtölteni, de hát itt azért teljesen más lesz a nézőközönségnek a száma. A Covid után ugye mindenki szépen befordult saját magába, a kis szűk körébe, hát próbálnánk ezzel megint kinyitni az emberek, hogy el kell menni szórakozni egy kicsit, és csak-csak nyíljanak meg a világ fele. Most már egyre jobban nyílnak a fiatalok is a báli zene iránt, szóval ez ilyen 14 évesektől felfele most már mindenkit lehet üdvözölni a körökbe, hál' Istennek. Örömmel üdvözölték egymást az ismerősök, akik kisebb-nagyobb asztaltársaságokkal töltötték meg a termet. Tamási város polgármestere is szívesen vesz részt táncos mulatságokon. Nagyon örülök neki, hogy ismét van zenészbál Tamásiba. Ennek régi hagyománya van a városban. Most más szervezésben Peck Tibor vállalkozó nevét mindenképpen meg kell említeni, és meg kell köszönni neki ezt a remek kezdeményezést. Azt gondolom, ez egy igazi társadalmi esemény itt Tamásiban. Hát nem is tudom, itt a Covid óta ekkora bál, 400 fős bál nem volt Tamásiban. Én nagyon örülök a szervezésnek, az, hogy ilyen sokan vannak, nem csak tamásiak, hanem tamási környéki településekről is nagyon sokan jöttek. Párommal igyekszünk jó néhány báló részt venni, és mindezt jó kedvel tesszük, mert nagyon szeretünk táncolni. Egyáltalán nem korhoz kötött itt. Most körülnézek itt a
a 20-as évek generációjától egészen a nyugdíjas korosztályig minden generációt megtalálok, és azt gondolom egyik sincsen túlsúlyban, tehát bálok voltak, bálok vannak és bálok lesznek. Ez egy igazi magyar hagyomány, amit nekünk ápolni kell, és örülök annak, hogy a városban több intézmény, civil szervezet, vagy éppen a vállalkozói szféra több bált is szervez, és szinte nincs olyan hétvége Tamásiban, amikor egy-egy jó bál nincs a városban.